Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit középhaladó elvonulásunkon. Mondjuk el az Om Nam mantrát Köszönöm szépen. hallhatatok egy kitűnő bevezetőt. Kinek van kérdése? A tapadásról szeretnék kérdezni, mi alapján választja ki az, ami kiválasztja azt a nótát, ami éppen megy? Fogalmam sincs. És megy a menőmanó. Hát ilyen a dallamtapadás. Tehát ha a tudatodban van egy nyitott frekvencia, és a mantra azt pont eltalálja, akkor a lélek ott úgy érzi, hogy táplálják, hogy valami fantasztikus energiát kap, és akkor elkezdi pörgetni, ciklusba rendezni, hogy az maradjon. Na most, nagyon sok nyitott frekvenciánk van, ez a vágyainkkal nagyon párhuzon válítható. Tehát, ha te eldöntöd, hogy veszel egy lakóautót, akkor a döntés egy nyomán az úton, csak a lakóautókat fogod meglátni. Tehát a lakóautó lesz a jármű tapadás, mert te arra lettél nyitott a vágyenergiád miatt. Ezt mindenki tapasztalja. Te keresel egy töltőtollat, és csak a papírírószer kereskedések, azok merülnek föl állandóan. Tehát a dalamtapadás is ilyen, csak a tudat alatt van nyitva valamilyen vágyenergia, és akkor ezt a lélek így megragadja, és így ízlelgeti. Viszont a fordítottja is igaz, hogyha te tudod, hogy valamire nyitott vagy, például szenvedélyre, addikcióra, akkor azt a portot be kell tudni csukni. Tehát akkor van választási lehetőséged, hogyha ezeket a frekvenciákat, vágyenergiákat, vonzásokat és taszításokat te tudod nyitni és zárni. Ebben a mantrák segíthetnek. Például, ha te együttérzés mantrát ismételsz, akkor valószínű, hogy az együttérzés energiád az aktív lesz. Hát állandóan ezt gyakorlod, ezt aktiválod. És innentől kezdve, ha az elméd spontán valami brutálisat ismétel, Látott valamit a tévében, és nem tud tőle szabadulni. És azt ismételget, akkor tudod, hogy tudat alatt valamid túlnyitott volt, és ott az a tartalom betört, és elkezdte magát ismételtetni veled. És erre kell vigyázni. Miért? Az ismétlésből szokás lesz, a szokásból személyiségelem, a személyiségelemből azonosulás, az azonosulásokból pedig te az önkép összeáll. Tehát nem mindegy, mit ismételsz. Nem mindegy, milyen dallam tapad. Nem mindegy, hogy féltudatosan mit dudorászol napokig, hetekig. Mert az bemegy. És ott is marad, hogyha nem veszed ki. Fordítva, ami benned van, amit te vagy, amiről úgy érzed, hogy a személyiséged eltéphetetlen része, az valamikor bement, ismételted, azzá váltál, és a tudat küszöb alatt szépen ott honol, és szólja a jeleket. Oké? Okay? Hát tapadjon az a dallam, de nem mindegy, hogy mi. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a módja a saját magunk elfogadásának? Most már a testem is jelzi azt tünetekkel, hogy ezeket az önmarcangolásokat, a Elvégzett feladataimat végre úgy kéne értékelni, hogy az, az megfelelő, nem mindig a hibákat keresni. És az elmúlt másfél napban, amiről úgy gondoltam, hogy már eltűnt, a nagyon erős öngyűlölet az így. Paf. Pofán csapott párszor. Hol van a legnagyobb tükör otthon? Bejáratnál, előszoba. Nagyszerű hazamész, tégy rendet az előszobában, takaríts ki, minden legyen pucparádiba vágva is a helyén, és ekkor szépen felöltözve odaállsz a tükör elé, azt mondod így magad láttán, elfogadlak. Minden nap. Kétszer. Reggel és este. annyira fegyelmezettek vagytok, én már szétröhögtem volna magam ennek hallatán. Na végre, ne fosd el, ne fosd el. Tehát ez úgy történik valójában, amikor az infantilizmuson túl vagyunk, hogy te tényleg befelé nézel és meglátod, hogy mi az, amit gyűlölsz vagy szeretsz magadban. És a meditáció tiszta tükrében te úgy látod a karmádat, ahogy van, és megszűnsz azonosulni vele az azonosulás akkor szűnik meg, amikor sem a jó csatornáján, sem a rossz csatornáján keresztül te nem csinálsz énséget a karmádból. Magyarul nem varrod magadra a hátizsákodat hústűvel. Milyen érdekes lenne. Tehát nagyon fontos, hogy úgy lásd a karmádat, ahogy van a maga teremtettségében, és rájössz, hogy akkor sem szeretni, sem gyűlölni való nincs azon, ami a tudattalan hátizsákjában van. Lehoztál egy rakás karmát, hogy ezt te teherként éled meg, eszközként, lehetőségként, az azon múlik, hogy mennyire tudsz látó, illetve teremtő pozícióba kerülni. Ha látod a karmádat, akkor látod annak a teremtettségét is, hogy te hogyan hozod létre beszéddel, gondolattal, érzelemmel, tettel és érzékszervi hatásokkal. Nem tetszik a karma? Töröld el és csinálj másikat. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az interjún a magányossággal kapcsolatban megnyomtál nekem egy nagyon erős gombot. De akkor is veled szemben ültem, így van? Igen. Akkor tehát nem voltál magányos. Nem. Nagyon jó. Folytasd. De a következő két meditáción nagyon-nagyon sok fájdalom, kép jött fel ezzel kapcsolatba, és utána mintha elvágták volna. Nagyon jó. Mind a kettő nagyon jó. Ugyanis amikor a tanítóval te interjúzol, akkor úgy tűnik, hogy ilyen paradox koreai, meg kínai történetek kérdéseit igyekszünk megválaszolni, és ez a felszínen így is van. De valójában benned történik valami, ami leírhatatlan, és ez azt jelenti, hogy látod azt, amit addig nem. Ugyanis a koan kiprovokálja belőled a legmélyebb karmádat is, és ezért van rá szükség. Tehát, hogy hogyan tudjuk gyűlölni azt, amikor nem tudunk valamit. És néha rávetítjük arra, aki ezzel a képzettel megajándékoz minket, hogy nem tudom. Te, hogyha szempillantással, érzelemmel és gondolattal ölni lehetne, én naponta születnék újra. Naponta. Lehet, hogy óránként, és lehet, hogy interjúnként. Tehát az fantasztikus, amikor érzed, hogy itt serceg rajtad a reakciót. Ez egy gyönyörű. Na, amikor ezzel te visszaülsz a meditációs párnára, akkor te magad vagy. Hiába vannak körülötted 35-en, akkor is magad vagy, és ez nagyon jó így, mert ez a te karmád, a te hátizsákod, a te felelősséged, és a te lehetőséged, így később a te szabadságod. Nézd meg a sort. És innentől kezdve, ha egyszer azt elvágták, akkor te megtanultad nem teremteni azt. Rájöttél, hogy hogyan ne teremts például magánykarmát. Ezért a nem tudomnak, a nem keletkezőnek, a nem mozdulónak óriási jelentősége van, mert ez a nem teremtés pontja, a teremtetlen tapasztalata. Tehát a nem tudható, de tapasztalható, ezt nagyon sokszor hallod, de a teremtetlen és nem keletkező, ez ugyanolyan fontos attribútum. Ha hűek maradunk a hagyomány lényegéhez, soha nem fogjuk megmagyarázni és mindig elismerjük, hogy ez szóba foghatatlan, és nem felejtjük el a Tao Te Ching első versét. És ekkor sosem lesz magányos. Tehát visszajössz ebbe a középpontba, amely nem gondolkodik, és nem hozza létre az én falát, és akkor rájössz, hogy te és a világegyetem mindig is egybe voltatok, csak az elmének a különleges magányteremtő tevékenysége elhitette veled, hogy egyedül vagy. És Szungszász egy fantasztikusat mondott ez ügyben, ha gondolkodsz, és ő itt mindig a dualisztikus gondolkodást értette, akkor te és én külön válunk. Ha visszatérsz a gondolkodás elé, te és én egyé válunk. És ez gyakorlatilag az emberi kapcsolatok eszenciája. Tehát hogy tudod kikapcsolni a baráti kapcsolatból, a párkapcsolatból, a családi kapcsolatból, azt a dualisztikus gondolkodást, amely falat emel közéd és a másik ember közé. Uram, bocsá, a szeretet személy és közéd, a családtag és közéd. Hát intimitásra, szeretetre, egységre, békére és boldogságra vágyunk, és közben az elménk ezt folyamatosan meghiúsítja. Figyeled? Az ember egy gyönyörűségesen paradox lény, és nem tud nyugton maradni. Hát valahol ezt a dualisztikus gépezetet ki kéne tudni kapcsolni ahhoz, hogy végre nyugi legyen, vagy tisztában lássunk, vagy ne hozzunk létre borzasztóan szenvedő karmát. És a jó hír az, hogy az en-meditációval ezt meg lehet csinálni, és mást lehet teremteni ehelyett, a karma helyett is. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Kétszer jött fel olyan bennem, hogy nem szeretnék itt maradni már mint ebbe a világba, És hogy vágyok haza, de nem tudom, hogy hol van ez a haza. És ha azt mondanák, hogy már most mehetek, mennék, hogy ez miért van. Ha itt nem tudsz otthon lenni, akkor ott szerinted igen. Nem tudom, ez. A hely egy gyakorlóhely. Attól függ, hogy mit gyakorolsz az életben, hogy a következő stáció mi lesz. Ha ebben az életben itt nem tudsz otthon lenni, akkor akárhova mész később, ott sem fogsz. Tehát itt le kell mondani bizonyos nézetekről, le kell mondani bizonyos hozzáállásról, cselekvésmódról fixa ideákról, magunkra erőltetett dogmatizmusról, amely az önképünk szerves része. Azért nehéz lemondani róla, mert azt hiszed, hogy ez te vagy, és hogy te ezáltal kevesebb leszel. De kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy nem, hogy nem leszel kevesebb, hanem itt a kevesebb az több. És akkor meg tudsz nyugodni ebben a pillanatban megérzed a térszerű és tükörszerű tudat működését. Meglátod a helyzetedet, a kapcsolatodat és az együttműködés lehetőségét. És megtanulsz itthon lenni a ragaszkodás és azonosulás nélkül, de hűséggel, lojalitással és kitartással. És ha ezt meg tudod csinálni, akkor mindenhol otthon vagy. Én ezt kívánom neked. Szívesen. Korábban említetted az erő és az érzékenység kapcsolatát egy darma beszédben, lehet többen is, és ezzel kapcsolatban, hogyha mondanál néhány gondolatot, mert azt érzem, hogy nekem ez most aktuális. Szerinted melyik hiányzik belőled, az erő vagy az érzékenység? Hát az erőn van mit, van mit fokozni. Így van. Az érzékenységed megvan, és ehhez képest az az állóképesség, hogy te kibírd az érzékelést, az kevesebb. Honnan tudjuk? A reaktív tudatunkból. Hogy nem tudjuk megállni a dualisztikus reakcióinkat, és nem csak látsz, hanem azonnyomban jót vagy rosszat látsz. Nem csak érzel, hanem azonnyomban jót vagy rosszat érzel. Ez a reaktív tudatnak egy spontán millisekundum alatt bekövetkező dualizálása. Ha csak tükrözöl, akkor a tükör egyre erősebb lesz. Hogyha duális gondolatokkal, érzelmekkel reagálunk állandóan, akkor a tudat egyre gyengébb lesz. Ha állandóan fogalmazunk mondatokba, narratívákba öntjük a tapasztalatot, egyre jobban felszeleteljük. Képzeld el, hogy a tükröd olyan vékony, hogyha elé kerül egy nagyon-nagyon súlyos látvány, akkor betörik. A látvány súlyától betörik. Ez az emberi elme, amikor te nem bírsz látni valamit, pedig ott van előtted, és nem támad meg, de már a látványát se bírod. Pedig az pont ilyen. Nem rossz, nem jó, de úgy érzed, hogy mondjuk fenyegeti az életedet. Ez csak egy érzés. Maga a történés nagyon távol áll ettől de mégse bírod látni. Hogyha gyakorlod az ilyenség tapasztalatát, hogy a világ éppen ilyen, akkor a tükör egyre erősebb lesz. A középpontod egyre kimozdíthatatlanabb lesz, és ezt nem azon az áron teszed, hogy az érzékenységedből veszítenél. Sőt, mivel az energiaszinted nő, ezért ezzel jobban tudod finanszírozni az érzékelést. Az érzékelés energiát viszel. Miért? Mert információt közöl. A látás, a hallás, a szaglás, a tapintás, az ízlelés, a beszéd, az érzelemformálás, a gondolkodás, a cselekvés mind energiát kíván. Mert információt hoz létre. Ha nem tudod finanszírozni, az érzékenységedet, akkor elgyengülsz. És ez mindenkire igaz. Tehát amikor fáradt vagy, akkor ingerlékeny vagy. Éhes ember, mérges ember. Satöbbi, satöbbi. Nincs elég energiád, nem bírod az életet. Tehát az energiaszint növelésével az információ sűrűsége is meg tud nőni, és a toleranciád is meg tud nőni, nem beszélve ilyen magasztos vallásos ideálokról, mint együttérzés, bölcsesség, önzetlen segítség. Igen, csak legyünk egy kicsit prózaiak és mindennapiak, hogy ez honnan jön. Tehát az erő itt nem a két ajtó szekrény brutalitása. Az érzékenység nem a szitakötő szárnyának a megfellebbezhetetlen sérülékenysége. Hanem azt jelenti, hogy a tükör mindig lásson. Úgy lásson, ahogy a világ van. És ezzel erősödjön, és bírjon ki mindent, ami elé kerül. Az életet is, a halált is. Testen belül és testen kívül egyaránt. És akkor van teljesen tiszta eredeti tudatunk. Szennyezetlen, önképektől, azonosulásoktól, fixa ideáktól mentes és van, akinél pont a fordítotja kell, mert olyan erős, hogy eltörheted a két méter vastag betont a hátán, és akkor sem mozdul mentálisan. De nem érzékeny, nem érzi, mi van benned. E kell mondani, magyarázni, beleverni a homlok lebenyén keresztül, hogy mi van. Már itt kellett volna érezni a -e rég. Nem fogtad fel? Nem. Na hát annak az érzékenységet kell tanulni, aki pedig ilyenzi Szita kötő. Tehát annak pedig az erőt, hogy ne ijedjen meg mindentül, ami mozdul sötétbe se. Jó? Ehhez a tantien nagyon jó. És a kuan az még jobb, mert ott tanulod a tükrözést jobbra-balra, előre-hátra. Tanító-tanítvány elképesztő dolgokra képes azért, hogy felébredjünk mindannyian. Úgyhogy előre. Köszönöm. Szívesen. Együttérzés az, az megjelenik nagyon sokszor, de elfogadásnak szikrája sincs. Jön az úthenger, vagy a tehervonat is keresztül megy az egészen, és, és jön a keménység, és lecsap. További kvonszembószál gondolom. Kvonszembószál és az, amit eddig is csináltál a templomban, hogy példaértékűen segítesz embereknek, és fejleszted azt az érzelmi érzékenységet, amelyre mindannyian várunk. és az nagyon-nagyon szépen már elkezdett benned nyílni, mint a lótusz. És ezt látjuk, és örülünk neki. Köszönöm szépen. Szívesen. Tessék ott. Nagyon sokszor zavar engem, hogyha környezetemben olyan emberek vannak, akik nagyon-nagyon sokat beszélnek. Egyszerűen elviszi az energiát, elfáradok. Viszont észrevettem azt is, hogy a magam társágában prímán el vagyok. De az élet hoz olyan helyzeteket, hogy egész egyszerűen mondjuk meghívnak a szomszédaim kis házi buliba, vagy egyébként egyáltalán nincs kedvem elmenni, de, de valahogy úgy érzem, hogy mégis részese kell, hogy legyek. És aztán kapok egy olyan véleményt, hogy egész este annyira csendben voltam, és semmit nem tudtak meg rólam. Szóval, hogy <laughs> hogy tudom ezt az arany középutat Hát Hadd tanítsak neked egy kis apáti diplomáciát. Ugyanis Koreában az ilyen formás alkalmak, meg a támogatók, meg a csend és a beszéd egyensúlya, de ez olyan képzés, hogy hihetetlen. Magyarul nekünk akkor is meg kell jelenni bizonyos helyzetekben, lásd támogatói kör, idősebb szerzetesek meghívása, stb., amikor te mondjuk nem akarnál. De ezt nagyon gyorsan kinevelik belőled, hogy te mit akarsz és mit nem hanem ehelyett az a szempont kerül előtérbe, hogy mi a helyes és mi a fontos. Fontos a szomszédokkal a jó kapcsolat? Igen. Átmegyek ezért a házi buliba? Igen. Sokáig maradok? Nem. Ezt teljváctam. Mosolygósan pont annyit beszélek, hogy épp észrevegyenek, de nem túl sokat. Bizony, bizony. Belemászok mások karmájába? Nem. Érdekel mások véleménye? Nem. Kimondom a véleményemet? Nem. Kedves vagyok másokhoz? Igen. Ha valami értelmes beszélgetés van, óvatosan részt veszek benne? Igen. Röviden? Igen. És te akkor kinövöd magad, mint a legjobb fantasztikus, érzékeny szomszéd, akinek annyira kevés ideje van, hogy csak ennyit tudott itt lenni. És hiányozni fogsz. Hogyha olyan emberek vesznek körül, akik sokat és feleslegesen beszélnek, akkor tudd azt, hogy nem csak a beszéden keresztül lehet egymásra hatást gyakorolni, sőt a beszéd az egy nagyon-nagyon keskeny frekvenciás sáv lehet szempillantással, jelenléttel, fizikai közelséggel, távolsággal, és egy olyasféle együttérző kisugárzással, amely szavak nélkül tanítja azt, hogy bizony, most az a csend, amit te folyamatosan lerombolsz, az értékesebb, mint amit mondasz. Bizony. És ez a tanítás ugyanúgy megkerülhetetlen, mint annak az embernek a korlátoltsága, aki állandóan rád passzírozza a saját felesleges verbalitását. És akkor el kell dönteni, hogy ezt te csináld-e vagy sem. Tehát te ne beszélj akkor, hogyha nem akarsz. De légy jelen, ha jelen kell lenned. Mert a jelenlétből van a kapcsolat, a figyelem, a szeretet, az együttműködés. De feleslegesen ne beszélj, és ne adj, hogy beszéltessenek. Ezért én ezt abba is hagyom. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Három hónapja próbálom a teljes mértékben az meditációt végezni, és hát amint le tudom vinni a tantienre a fókuszt, a szemem, az jobbra-balra, leföl-leföl, és így megrángatozik folyamatosan hogy ez mitől lehet? Ez kapcsolatban az elmének a állandó, nem tudom, külvilág felfogásával, hogy mindenről? dehogy. Erről kötsz. Az elméd egy része tolja lefelé az energiát a tantiembe, a másik pedig a gondolatok ketrec bezárásával foglalkozik, és ettől van ez a remegés. Tehát sokkal lazábban ne ezzel a katonai diktatúrával, ami ott van a homlok Tehát leviszed finoman a légzést a tantiembe, és neked megengedem, hogy a szemedet is még becsukt. Képzeld el, a többinek nem lehet. No, 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 a több elalszik, te nem. Neked belül megy a film, te nem alszol el. Tehát nyugodtan csukd be a szemed, és ne remegtesd itt a látószervet. Tehát amikor arról van szó, hogy a tantiembe te lazán levittad az energiádat, és boldogan lélegzel, hálával azért, hogy emberi tested van, és humán a neved, ezért ellazulsz, és az elméd megszűnik állandóan nyomást gyakorolni az elmére. A másra nem tud. Tehát az elme megfelezi önmagát, vagy esetleg még több minisztériumot hoz létre, és akkor az egyik miniszter Állandóan fejléces leveleket küldözget a másiknak. Három példányban, hogy ezt kell csinálni, az meg nem jó, ezt meghagyd békén, ezt meghoz létre, ezt megtöröld el. Végeztem. Tehát amikor ez a tudatban megtörténik, akkor ez az elképesztő feszültség alakul ki, hogy az elme hogyan tegyen rendet az elmében. Elárulom sehogy. Tehát az egészet le kell váltani úgy, ahogy van. Itt nincsen senkinek se döntéshozatali joga, majd a tiszta tudat nem cselekvése megmutatja, hogy valójában itt mi a helyzet. És ez azt az egész gondolkodást kapcsolt ki, de a főkapcsolónál, nem csak itt a tolvadó biztosítékok, az a nem. Na, nem az a főkapcsoló. Nagyon jó, amit mutattál. Ezt mutatta. Nem. Nagyon sokan gondolják azt, és tudom, hogy tréfáltál, mert látom, hogy mosolyogsz. Tehát ez a tévképzet. A főkapcsoló nem a halál. A főkapcsoló a látás vagy nem látás. Ezért nagyon fontos az inkarnációt látni, hogy honnan jön és hová megy, mert hogyha itt itthon vagy, akkor a következőben is otthon vagy. Hogyha itt nem tudtad kikapcsolni, akkor akármilyen módon mész át a következőbe, ott se fogod tudni kikapcsolni alapból. Ott is ugyanúgy meg kell tanulni. Akkor hát, miért nem most? Most ez legalább feladat. Erről tudsz. ez lehet foglalni magadat. Ennek legalább van értelme, hogy kikapcsolod az értelmedet. Jó? Tehát lazán, szépen leengeded a csítit elől, vissza a tantienbe, amely szó szerint energiakert, és te sétálsz ebben a kertben az éberségeddel. Nem sokat, csak így egy picit és akkor ő minden saját magától a helyére kerül. De hogyha az elme erről ködik, akkor ilyen nagyon érdekes kényszerképzetek és kényszermozgások vannak. Oké? Okay? Közeledik a halottak napja, és ilyen régi szokás szerint a család régebben közösen eljárt ugye a temetőkbe, de mióta külön háztartásban élünk, mi már nem tartok így a családdal. Valahogy máshogy szeretném megemlékezni a szeretteinkről és azt szeretném megkérdezni a zen ez hogyan működik pontosan? Nézd, a hagyományban ez úgy működik, hogy a családnak van egy éves halotti szertartás, és akkor ezen a napon mindenki elmegy a templomba. Kielölt halottak napja a keleten nincs mert a család történéseit követve alakul ki az az éves évforduló, amikor az összes eltávozott ős előtt tiszteletet adnak, meghálálják, amit tettek, a gyászfolyamatot végképp lezárják, ha még aktív, és ez a megemlékezés éves szertartása, ekkor mindenki egy speciális öltözetben van, elmennek a templomba, ahol csak az adott család elhalt őseivel, az ő képükkel van kidíszítve, a Jijang oltár, ugye a vagy más néven Inro szó szerint az, aki az eltávozottakat vezeti útjukon. És megemlékezünk azokról, akiktól az életet kaptuk, akiknek hálával tartozunk, hogy ezt a testet kaphatta ez a lélek, akik mi vagyunk, és akik felneveltek minket, akár közvetlenül, akár áttételesen, mert esetleg sohasem találkoztunk velük, de mégis a generációs karmát tőlük is kapjuk. És én azt javaslom neked, hogy állíts egy házi oltárt, és arra rakd föl azoknak az embereknek a nevét, illetve arcképét, ha még megvan, akik a teljes családfának úgy a részei, hogy valamilyen kötődésed van hozzájuk. És ez a te személyes szertartásod, és ennek megvan a menete, hogy mit kell ehhez énekelni, mit kell ehhez tenni, hogy ez megvalósuljon. Alternatívaként ezt a templomban is lehet, de akkor esélyes, hogy ez több családival együtt fog zajlani, ugyanis mi ezt az alkalmat publikussá tesszük. Még ez nem történt meg, de meg fogjuk tenni a honlapon hogy nálunk az őstisztelet, illetve az inkarnációs tan ötvözeteként, ahogy a konfucianizmus és a buddhizmus találkozott, az egy nagyon nagy készfogás volt, amikor a konfucianizmus őstisztelete találkozott a reinkarnáció tanával. Szét sem lehet már választani. Főleg Koreában nem. Úgyhogy ez lehetséges. És akkor ez egy olyan megemlékező szertartás, ahol mindazt a karmát tisztítjuk, amelyet az ősöktől kaptunk, és magunk ezáltal a helyes úton járunk, és helyes őseivé válunk a leszármazottainknak. Nem fontos. Úgyhogy nagyon korrekt a kérdés, mert minden tiszteletem mellett a puszta formalitás sem Ázsiában, sem a nyugati féltekén nem elég. Hogyha nincs lelki tartalom, hogyha nincs tényleges karmikus tisztulás, akkor elmehetsz három, négy, öt temetőbe, és gondozhatsz külső sírt, de belül te még mindig az őseit sírjában vagy, és nem tudták kijönni onnan. És még mindig nincs vége a gyász folyamatnak, hogy már húsz éve meghalt az adott ős. Tehát ezt meg kell tudni tenni, és a megemlékező szertartás, az nem csak a hála és a köszönet, hanem a tisztulás és megszabadulás szertartása is. Ezért gyakoroljuk. Hát nálunk ez nem kötődik természetesen naptárhoz, hanem a család eseményéhez, és ezért kérésre, főleg a szanga tagjainak halotti szertartásukat, illetve megemlékezőket is tartunk. De hogy a lélek az nincs egyedül, az már csak azért is biztos, mert olyan elképesztően társas lények vagyunk itt a Földön, és bizony néha az elhalt álmodunk. Úgyhogy ez a tudattalamban bőven megvan. Ha ezt a kapcsolatot, vagy rendszert mi nem tisztítjuk le, akkor az teherré válik. Ha letisztítjuk, akkor a megszabadulás és megszabadítás útjává és módszerévé válik. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogy a, ezeknek a felajánló edényeknek, csészéknek mi a funkciója és hogyan működik pontosan? Ez azt hozza létre az ember tudatában, hogy amit megeszel, azt nem magadért eszed, és nem csak a tiéd. Ugyan fizettél érte a piacon, az üzletben, de ezt a Föld neked adta, feltétel nélkül. Csak meg kellett tudnod termelni. De a Föld anya nem szedett fényadót, vízadót, földadót, levegőadót. Most gondold el, ha ez a rendszer életbe lépne, és nekünk mindazt vissza kéne adni, amit elvettünk a föltől, mert lenne egy rendszer, amely során ugye vissza kéne táplálni ezt, hát eléggé átalakulna az életvitelünk, maradjunk ennyiben. Úgyhogy a felajánlás az azt jelenti, amit a felajánlás szövegében is naponta elmondunk, hogy a hat világ összes lényének és a felső birodalmak, bölcseinek, szentjeinek. Tehát mindenkinek felajánljuk ezt az ételt, és nem csak azt, amit megeszünk, és annak az energiáját, hanem azt az illatot és látványt, amire ugye szükség van. Úgyhogy az evés az egy alapvető létfenntartás, és erre szükség van. De ahhoz, hogy ne önzés legyen belőle, ahhoz ezt az ételt részben vagy egészben föl kell ajánlani. És hogyha ettől az önzéstől megszabadulsz, akkor az az étel, amit megeszel, a megfelelő helyre megy. Ha nem, csak jól laktál meg, jó volt, vagy rossz volt, de ez én vagyok, meg nekem ez jár, meg egyebek. Oké, okay, ezért ajánljuk föl. Nem csak a miénk, nagyon sok más lényé is. És nagyon sok más lénytől kaptuk. És nem mindegy, hogy mire használjuk. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Az imént hallottam helyes leszármazottról, helyes út helyes irányvétel. Az a kérdésem, mi a helyes? Mi a helytelen? Mi a helyes? Én kérdeztem másodszor. És még? Na, gyerünk, te veterán. Gyerünk. Már tudod? Már pontosan tudod, hogy mi a helyes. Hát olvastad, hallottad a nemes nyolcrétű ösvény működését, ugye? Tehát a szenvedés megszüntetése, az abból kivezető út az azért a helyes beszéd, helyes hozzáállás, helyes nézet, helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes gyakorlat. Miért helyesek ezek? Mert kivezet a szenvedésbe. Ha helytelen, akkor bejebb vezet a szenvedésbe, és még több van belőle. Tehát ha duális alapú, hogyha jó és rossz abszolutizálásából keletkező dolog, akkor az értelmed az uralkodó, vagy az érzelmeid az uralkodók, és egy rusnya nagy egoitás karmája érvényesül, akkor bizony növekszik a szenvedés. Ha a szenvedés növekedését látod, akkor ez érvényesült. Nem más. Ha pedig tényleg a helyes úton jársz, akkor ez egy nem duális, az egy egyévált forrásból való beszéd, cselekedet, Életvitel, stb. Magyarul nem magadért éled, és nem az énedet teszed előtérbe. Akkor helyes, hogyha ezt te gondolkodás nélkül tisztán látva tapasztalod, nem kell magyarázni, nem kell rendszerezni, ez nyilvánvaló a maga egyszerűségében és tisztaságában. És van a szenvedésből kivezető út. Lehet helyesen élni, csak dolgozni kell érte egy kicsit. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Amikor a választ adja az illető, aki éppen a kohan interjúban van, és a padlóra csap, ez tudatos vagy nem tudatos mozdulat? Ez tudatos volt, vagy se? A részemről ah, a tudatos. Itt volt az alkalom. Mindenkinek szól. Ez tudatos volt, vagy se? Na, na működtök. Nagyon jó. Ez az ütés, ez azért fontos, mert tényleg ez a C gomba kalkulátoron és a reset a te kis kompjútereden. És ekkor egy töredék másodperc alatt el tudod törölni a duális berögződöttségeket, meg tudod haladni a karmikus mintázatokat, a szó jó értelmében el tudod felejteni, hogy ki vagy, és az önkép megszüntével az önvaló elkezd működni. Az intuíció szikrája ennek a működésnek, a megmutatkozása, amely pont beletrafál a annak a paradoxonjába, és megjön a válasz. Azért kell ütni, hogy letisztulj. Nem másért. Tehát a lényeg az, amikor visszatérsz ide. Az igazság az, amikor a letisztult tükörben látod, hogy az kék, a fűzöld, a padló barna, és világít majdnem minden lámpa. Tehát ebből következik a helyes működés. Valaki éhes, enni adsz neki, valaki szomjas, inni adsz neki. Valaki szomorú, egy kicsit vele együtt szomorkodsz, de aztán megvigasztalod. Tehát, ha megvan a lényeg, akkor megvan az igazság, és erre a működést, cselekvést lehet alapozni. Nézzétek meg, hogy az emberiség hogy szenvedte el a legborzasztóbb katasztrófáit. Úgy, hogy a háromból vagy egyet, vagy kettőt kihagyott. Felcserélt, vagy valami borzasztó ideát helyettesített a valóság helyére. Amikor a lényeget, a nem név, nem formát egy ideológiával helyettesíted, akkor az igazság elvész, és a működés embertelenné válik. A 20. század ezt nagyon jól megmutatta. Jázd végig, hogy a szenvedésnél, amikor bármiféle szenvedést tapasztalsz, a lényeg, igazság és működés hármasságából melyik sérült. És megmutatkozik az ok és okozat. Nagyon jó. Nem láttam tisztán, nem volt meg az igazság. De egyáltalán visszatértem a lényeghez? Vagy ha megvolt a lényeg, akkor láttam az igazságot? Mertem, vagy megmaradtam egy kicsit így? Mert olyan jól esett. És akkor nem működtem, nem cselekedtem. Ez az ázsiai társadalmaknak volt egy óriási hibája, amikor találkoztak a nyugat, hogy nem cselekedtek. Mert ők megmaradtak a maguk önazonosságában, és eltűrték azt, amit a 19. század közepétől főleg, de már az előtt is a nyugat csinálta a kelettel. Nézd meg az ok és okozat működését. És ezért jó a Korn mert az megmutatja. Nagyon. Egyéb kérdés? Miért van az, hogy némely pároknak nagyon hamar összejön a produktum, némelyeknek meg éveket, vagy a kölcsönre kell gondolsz? Vagy a házra, nem, vagy az autóra? Nem, gyermekre. Közel hozzád? Gyermekre gondolok. Még egyszer. Gyermekre gondolok. Még hangosabban. Gyermekre gondolok. Na most már alakul. Most már csak a férj kell hozzá. Hogyha ennyire erősen akarod, akkor most tényleg csak ez a kis rásegítés kell, és akkor már is működik. Komolyra fordítva a szót, Képzelj el két hatalmas kört, amelyeknek a körvonala épp, hogy egy pici szegmensben így átfedést mutat. Egy ilyen kis cikket képzelj el, ezt a profik Venn diagramnak hívják, és van a kettőnek egy közös halmaza. Ezt hívják a férfi és a nő közös karmájának. Ide kell a gyereknek vagy gyerekeknek belepasszolni. Hát az nem minden nap jön le onnan. Lehet, hogy várni kell rá. Dolgozni kell a projekten, szépen folyamatosan, rendszerességgel, megadva az esét annak a léleknek, hogy az emberi szerelem kürtőjében ők szépen testet kapjanak és leszálljanak ide a három tér és egy idő dimenzióba. Egy kicsit a sűrűségbe bele. De ne várd azt, hogy ez rögtön sikerül, és a közös karma, mint páros karma önmagában még nem minden, mert ott van a családi karma, és ott van a társadalmi karma is. Úgyhogy a szegény egyednek, aki lejön, a saját egyéni, individuális karmáját illesztenie kell a szülőkhöz, a családhoz és a társadalomhoz. Ez azért nagy, és sikerül. Tehát nézd meg, hogy hányan születnek egy pillanatban, elég sokan. Már van olyan honlap, ami ezt mutatja. És figyelheted az emberi népesség növekedését és fogyását két szép számoszlopon keresztül. Néha-néha én is figyelem, és elborzadok, hogy Úristen, ha a mennyiség így növekszik, akkor a minőség az hogy lesz? Mi lesz a minőséggel? Mert hogyha a minőség nem emelkedik a mennyiséggel együtt, akkor előbb-utóbb a mennyiség fog csökkenni. Nézd meg a birodalmak bukását, a sötét korszakokat, az interregnumot, a káoszt, a háborút. Milyen minőség csökkenés kellett előtte tudatilag, hogy ezek bekövetkezzenek. Úgyhogy dolgozatok a gyereken, majd jön. étkezéskor, amikor történik a felszolgálás, és mondjuk a víz már kint van ott a csészében, az engem annyira ki tud kapcsolni annak a nézése csak ott a csészében a víz, mint meditációban nem sikerül. Ez miért van? Instrukciókat fogok adni a gyakorlatvezetőnek, hogy mielőtt megüti a csukpit, tegyen le eléd egy tál vizet, és te akkor a nirvánába mész háromszor, negyven 40 perc alatt. Tehát az, Kizárt dolog hogy ne érd el a felébredést, és akkor a interjú során te brillír, tehát így mindent, csont nélkül. Kipróbáljuk? Egyébként ezért próbáljuk. Egyáltalán nem. De szó nem lehet róla. Tehát képzeld el, hogy ott van a víz, és gyakorlatilag te egy év válsz vele. Most egyébként elmondtad, hogy miért szeretünk tengerparton lenni. Tehát gondold el, hogy Hány tízezer éve figyeljük a hullámokat? Milyen érzés az, amikor a tengerek, ez a hatalmas nyugalma ott van, és ezt érzed, és a tetején ott van ez a hullámzás. És látod a hullámzást is, érzed a hatalmas üres teret, és, és azt a felfoghatatlan tömeget, amely a mozdulatlan tenger. És amikor ezt megérzed, akkor megnyugszol meditációnak a technikai kérdésével kapcsolatos, hogy amikor végre sikerül semmire sem gondolnom, akkor elkezdem elemezni azt, hogy most nem gondolok semmire. Bravo! Iskola példája a nyugati intellektus teljesen sziszűfoszi harcának, hogy egy picit is megmaradjon a gondolkodás előtti állapotban, mert ugye nem minősítjük, és így elönt az energy, és jól vagy, és nagyon kék az ég, és megszólsz, de jó. És már le is estél róla. Elemzés, már por, híre, pora sincs. Tehát az egyetlen egy apró kis címke, amit ráakasztasz, az már darabokra törte az egészet. És a folyamatos feladat az, hogy te a címkézés elé, uram, az elemzés elé visszatér, és ismét csak a padlót lásd, a testedet érezd, a lélegzetet figyeld, és amit a tudatban te őrzöl, mint zen praxis, azt csináld. És az gondolkodás előtt, ez visszatérít a gondolkodás elé. És hogyha megint gondolkodsz róla, akkor mindegy, hogy mi volt előtte, az úgyis darabokra tört. Jó, hát eddig eljutottam, hogy ez valószínűleg nem jó, tehát hogy, Na de hogy van valami. Ha nem jó, akkor még egy címkét ragasztottál. Jó, értem. Szóval. Akkor mit kellene csinálnom? Semmit. 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 De azt nagyon gyorsan. Tehát ilyen szélsebesen nem csinál semmit. És akkor egy pillanat alatt visszatérsz a tiszta tudathoz. Az elme a saját gondolkodásbeli problémáját gondolkodással nem fogja megoldani. Az elmét az elme nem tudja gyógyítani. Az elmét a nem elme gyógyítja. A notórius gondolkodást a nem gondolkodás gyógyítja lehet konfigurálni a karmádat, lehet tetrisezni vele, lehet ide-oda rakni, lehet különböző összerakós társas és egyéb játékokat játszani vele, de a végső megoldás az, hogy a keletkezés helyére visszaviszed, és az ott eltűnik és megnyugszik. Tehát a gondolat visszatér a nem gondolkodóba. Az összes érzékszervi hatás visszatér a testesülés, az érzékszerviség elé, a nem születedbe, a nem keletkezőbe. nyugodtan, ez annyira jó ez a probléma, amit fölvetsz. Ezt mindenki nyugodtan fogadja meg, hogy semmi baj az elméddel, csak ne törekedj olyan irányban, ahol nincs megoldás. Tehát ne azt a speciális gondolatot akard megtalálni, amely válasz mindenre, mert nincs ilyen. Nem tér vissza a gondolkodás elé, és hogyha megint elgondolkodtad magad, elgondolkodtam magam, igen, akkor megint visszatérsz a gondolkodás elé. Halál megvető bátorság. És egyre jobban megszokod, hogy ez a nem cselekvő teljesen úgy működik, mint minden más. Mint a napfény, mint az eső, mint a füve, bármi. Ugyanolyan természetes, mint minden más. És akkor mi természetes módon tudunk gondolkodni, érezni, beszélni, cselekedni, mert már egy teljesen más élményünk és hozzáállásunk van, mint amíg a gondolatok által akartuk definiálni magunkat, hogy mi kik vagyunk. És egy önképet szeretünk volna érvényesíteni a világban. És megvalósítani ezt az illuzórikus önmagunkat, hát csoda, hogy nem megy. Úgyhogy nagyon jól csinálod. Csak így tovább. Köszönöm. Szívesen. Én a transzcendens és a fizikai sík kapcsolatáról szeretnének kérdezni. Mi a veszély annak, hogyha valakinek mondjuk egy kicsit jobban megy a transzcendens, hogy beleragadhat-e abba a világba, illetve miért van az, hogy egyes embereknek jobban megy, még másoknak kevésbé? Ezt a másodikat nem fogom megválaszolni, de az elsőt azt igen. Akkor, hogyha valaki egy kicsit a transzcendensbe ragad, akkor nincs rendesen a testében itt. Tehát nem lát a szemével, vagy csak részben, nem hall a fülével, vagy nem azt hallja, ami tényleg a fizikai hang. És mind a két létsíkot jól kell tudni művelni. Miért? Mert ugyanaz a törvény. A tarma ugyanaz az érzékszervek fölött, és az érzékszerviségben is. De az érzékszervi az az érzékszervi, a transzcendens pedig a transzcendens. Viszont a törvény, a működés ugyanaz. Ugyanarra a sófra jár mind a kettő. Hiába különböző a két állapot radikálisan, a darma ugyanúgy működik mind a kettőben. Tehát, ha valaki az érzékszervi egyévállást szeretné nagyon, akkor legyen szíves az érzékszer fölöttivel is foglalkozni, mert hogyha az nincs meg, akkor a másik sincs meg. nincs olyan, hogy csak az egyiket tudja jól valaki. Előbb-utóbb a másikra is rákényszerül. Tehát akik ilyen szuperspirik, de nincsenek otthon az érzékszervi anyagi világban, azok elszegényednek. Ezek ez ekkora nagy ide a felhők vannak. Vannak a tőzsdemágnesek, meg a miskák, meg az elképesztően hatalmas emberek, akik a földi síkon látszólag eszméletlenül jól csinálják. És egy magányos estén leülnek, és rájönnek, hogy valójában nincs semmiük. Mert az nekik zárt. Mert üresek belül. És kell valami, valami nem e világ, ami valami módon megtölti ezt az elképesztően üres, de hatalmas és gazdag ényüket. És akkor elkezdenek mászkálni templomról, ásramra, ásramról, kutira, kutiról, különböző zenközpontokba, és akkor keresik a megoldást, arra, amit nem lehet kimondani és érzékelni. És hogyha a középutat járod, akkor az érzékszervi síkon megteszed azt, ami egy harmonikus, kiegyensúlyozott normális élethez kell, érzékszervi, anyagi síkon, minden szempontból, és beleteszed a kellő energiát abba, hogy megismerd az érzékszerven túli világot, és tapasztald igazi önvalód, mely mind a kettőt áthatja, és egyébként vezérli is. Tehát néha nagyon kínos a kapcsolat, és nagyon nehéz elismerni, hogy az a hiba, az a probléma, amit az érzékszervi síkon tapasztalsz, az az érzékszerv fölött keletkezett, a transzcendensben keletkezett. A legszebb átmenet, amit nagyon sokan látunk, hogy elgondoltam valami butaságot, nem akartam, de mégis megtörtént. Áo. A gondolat nem látszik, de a folt látszik rajtam. Tehát ezt már tudjuk. De azt, hogy ez sokkal magasabb szinten megvalósul, hogy például az önazonosságod nem helyes, és ezért a földi síkon szenvedsz, ezt nagyon nehéz így kimutatni, de ha gyakorolsz, akkor meglátod, hogy milyen karmát, milyen szokásrendszert, milyen önképet hordozol, és ennek mi a következménye odakint. Köszönöm szépen hogyha egy ilyen nagy világi ember a transzcendens síkon elkezd el indulni, akkor szükségszerűen el kell -e veszítse azt a részét a földi vagyonának, amit addig a transzcendens út járásába kellett volna Nem kell hogy de rájön, hogy az valójában mi csoda, és egy részét nem fogja megtartani, egy másik részét megtartja. Köszönöm. Szívesen. A fizikai aktivitás során érzem azt, hogy megélem a meditációt, főleg azzal, a munkákkal kapcsolatban, amit szeretek végezni, és esetleg a növényekkel történik, de hogyha leülök meditálni, akkor nagyon nem tudok itt lenni. Tehát Nézd. hogyan tudnám ezt megfordítani? Valójában amkor... te Bjókcsószúnyi tanítványa vagy, aki a Szu családnak volt a tagja, és felépített számos templomépületet, és ha meglátod, akkor így lehidalsz, hogy persze voltak segítői, de ez a nagy részét ő agyban és kézzel. És nem ez volt az, ami engem nagyon megfogott, hanem az, hogy van kb. 300 vertikális méternyi emelkedés egy kb. másfél kilométernyi hegyi ösvényen, és ilyen sziklák vannak oda rakva lépcsőnek, és azokat ő rakta oda. És volt róla kép, úgy őrizték a falon, hogy egy ilyen teljesen foltozott szerzetesi ruhában ott ül, és így nagyon fénylően néz maga elé. És ez az ember az enteremben alig ült. Ő dolgozott. És a munkában élte azt meg, amit a szavaid és a jelenléted által úgy te is elkezdtél tapasztalni. És akkor legyen ez a zen, a munka zenje. És előbb-utóbb akkor a meditáció is kitisztul, de az mindenkinek a saját karmája, hogy hogyan kezdi ezt. Segítőként kezdi, aki a templomban él, dolgozik, és aztán egyre hosszabban üldögél. Vagy pedig bejön ide meditációs gyakorlatra, ül, milyen jó volt, de egy kicsit sok a zaj. Nem lehetne kedves is dolgozni egy kicsit, de lehet. Esetleg más templomi műveletben segíteni, így a két jó kezemmel, lehet. És akkor a egyáltalán nem szürke hétköznapokban megtapasztalja a templom életét, a munkát, hogy ez milyen hatással van rá, és akkor meg azt tapasztalja. Tehát a cselekvő és nem cselekvő meditáció, a tárgyas és tárgyatlan tudat, az előbb-utóbb találkozik a pillanat tiszta jelenlétében. Úgyhogy csináld így tovább. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ha nem tudom, mennyit élek még, és ez arra sarkal, hogy a hátralévő mennyiségre Lehetőség szerint ezzel az eszközrendszerrel megpróbáljak minden, akár karmát kiavítani és vagy helyesen cselekedni, az akkor végül is a helyes életmódot jelenti? Az abstrakció poklában vagy. Hát, nem. És nem. ezzel az eszközzel megütlek, és kijössz onnan. És elfelejted az összes ideát, képzetet, és kétséget, amelyet beleszúszakoltál a kérdésedbe, az milyen? Úgy, az jó. Egyéb kérdés? Hogyan tudom úgy meghúzni a saját határaimat, hogy ne egy vasbeton falat húzzak magam köré, hanem, hanem sőt a, a kinyílást erősítsem? Az első fele nagyon jó volt, hogy nem szöges drót, nem vas betonfal, és nem 6 méteres ólom egokéreg. Ezt te se bírnád, meg más se. Viszont ez a folyamatos kinyílás, na, ezt hagyjuk. Tehát most képzelj el egy ajtót, amelyik folyamatosan kinyílik. Hát előbb-utóbb zsanérszakadás van, és tokostul az elrepül valahova, mert folyamatosan kinyílt. Tehát egy normális sejt, belül, az tudja, hogy a hártya hol van. És a sejthártyát bizonyos kémia kinyitja, és bizonyos kémia bezárja. Az egyén is ilyen. A döntő a sejthártya működésében, hogy hogyan tudja a saját homeosztázisát föntartani. Tehát pont azt engedi be, amely neki jó, azért, hogy a tovább éljen, osztódjon, működjön, stb. És azt nem engedi be, amely erre káros. Kivéve, hogyha félreérti, rosszul értelmezi azt az infót, amely a sejthártyán túl van. Oké? Okay? ezért tudja a szerencsétlen sejt beengedni azt az anyagot, ami megmérgezi. Egy ideg energiával próbálja tartani kint, ez egy eszméletlen biokémia, de néha beengedi, és elveszíti az önazonosságát, és átalakul például normál sejtből rákos sejte. És ekkor már a gazda testet lerombolja, és nem táplálja. És nézd meg, hogy benned mások gondolatai és érzelmei milyen hatást váltanak ki. Néha saját elpusztításunkra elegendő dühöt tud egy ember kiváltani belőlünk. Vagy a saját energiakészletünk végzetesen lecsökken, mert valaki annyi vágyat tudott kelteni bennünk, hogy kimerülünk tőle. Tehát a határ az legelső körben az, hogy megismered, hogy az a másik kicsoda. A nem azonosulás ez az egy gyönyörű tér. Te nem azonosulsz a másikkal. Nem mondod, hogy azonos vagy különböző, ugye ismerős ugye az interjúról? Milyen egyszerű a harang és a bot esetében? De két ember esetében? Egy uh -huh. kicsit már növekszik a tét. Azonos hiba? Különböző az is hiba. Akkor nézd meg, hogy valójában ki van előtted. Lásd a karmáját rendesen. És hogyha ez megvan, akkor a következő kérdés az, hogy mi a dolgom. Mert ebből az is következik, hogy neki mi a dolga, és a mi a dolgom kérdés, illetve a mi a dolga kérdés, ez fogja szabályozni a határt. Nem a szöges drót, nem a betonfal, nem az ólom, miért, ezeken át lehet menni. A helyes nézetet azt nem lehet könnyen megváltoztatni, ha az tényleg az igazság birtokában van, és a lényeg ott van, mint tapasztalás. Tehát legyen tiszta, a tudat, legyen világos a másik ember, és magunk is, és az is, hogy neked mi a dolgod, és neki mi az, és ehhez tartsd magad. Ne engedd, hogy elvállaljon belőled olyat, ami a tiéd, és ne engedj annak a kísértésnek, hogy te látszólag segítesz azzal, hogy a másik ember terhét viszed, holott azt ő vette saját magára. Mások karmáját nem vállalhatod át de segíthetsz másoknak vinni a sajátjukat. Nagyon nagy a különbség. Az egyik egy bóti szatvikus önzetlen segítség, a másik egy permanens tudat. Egy állandóan szenvedő, mások karmáját magára húzó, a megoldatlanságok miatt néha dúló, fulló, de kívül szentnek látszani akaró lény. Itt a határ. Köszönöm. Szívesen. Ma már másodszor jött fel az a szó, hogy abstrakció. Itt az előbb említetted, és a másik alkalom az nálam a Koan interjún volt, hogy abstrakció, illetve akció. Ha, ha kivetítéssel élek, akkor az, azon hogyan tudok javítani? Vagy ez mennyire jelent számomra hátrányt, vagy előnyt, hogy, hogy akció helyett inkább abstraktálok, kivetítek? kivetítésen tudod, hogy tudsz javítani? Úgyhogy megszünteted. <laughs> Csak úgy. Tehát amikor az abstrakcióból akció lesz, az azt jelenti, hogy a gondolkodás légvárépítése helyett cselekszel. Most világos, hogy tudsz modellt alkotni bizonyos cselekedetek előtt, alatt és után. De az a spontaneitás, amely a interjún is kell, az nem tűri az abstrakciót, az ledobja a metarétegeket, és működésképtelen, hogyha az önképedből a mintázataitból akarod felépíteni. És ez ezért jó, mert egy nagyon-nagyon finom, de elképesztően nyers. Nagyon személyes, de teljesen eredeti és univerzális. És innentől kezdve az abstrakció az ilyen kis déli bábként, ott lebeg egy picit, mint a köt kép a láthatáron, és utána emel. Úgyhogy innentől kezdve akció van, és élő beszéd van, és helyes jelenlét van. Miért? Néha bebújjunk az abstrakciók mögé. Tudod, mi a leghétköznapibb abstrakció? A magyarázkodás. Utána a panaszkodás, utána a légvárépítés, ezek mind mentális abstrakciók, amelyek terméketlenek. Ezért vágjuk őket tövestül. Köszönöm szépen. Szívese. Kóan interjún megkaptam azt, hogy gyorsabban kell a válasznak jönnie, de mi gátolja meg azt, hogy gyorsabban jöjjön? Te. És még? Nem elég? <há> Ez épp elég nagy. Tehát az a fal, amit te magad vagy, a saját gondolataidból, okosságodból, aggodalomból, érzésből, túlfinomultságból, egyébből, ez a fal lassítja le az egészet. Ez az Úristen, ne, hogy rosszat mondjak. Na de miért ne? Hát mindenki élve kijön, hát akármilyen hibát követsz el, hát semmi gond. Sőt, a Kuan interjú az igazi hiba tűrő hely. Nyugodtan. Nem mertem elmondani, és ezért most itt a teaszobában szobában szeretném megkérdezni. Hát nem fogod. Nem fogod. Vedd a bátorságot, hogy a Kuan a interjú szobában kérdezed meg. Tehát mindaz a gondolkodás, mindaz az érzelmi gát, mindaz az énség, ami úgy legátol téged, az a Kuan interjút így eszméletlenül lelassít, és látom, hogy egyszerre hat variáción gondolkodik. Úristen, te minek? Hát ami elsőnek jön, nem azt kéne? Hát olyan gyorsan gondolkodik, hogy utolérte a másik öt, mielőtt kimondhatta volna. Úgyhogy nem te vagy az egyetlen, de nagyon okos tanítvány vagy, és ebből lejebb kell adni. És amikor sikerül lejebb adni, akkor meg is válaszolod a kérdést. Bizony. És akkor hogy vegyem ezeket vissza, amiket mondasz? Tehát, hogy vedd vissza? Vagy, Igen. Válj egyé ezzel az ütéssel, és akkor visszaálltad. Köszönöm. Szívesen. Nekem a, a szívszútra és az alsó tant ilyen praxis között lévő kapcsolattal lenne kérdésem. Igazából, hogyha ezt az utat, ahogy így mutattad, hogy leengedni a csíjt, meg a fókuszt, hogyha ezt így próbálnám gyakorolni, akkor ez egy ilyen végtelenített úttá válik. Gondolod? Hát, ö... Akkor a szívszútra segít, mert az elviszi ezt a gondolkodást. A szívszútra elhárítja az összes érzékszervi és nem érzékszervi ragaszkodást és hamis azonosulást azért, hogy te boldogan leledzél a tantjenedben. Igen. És ekkor minden dualitás megszűnik, beleértve a véges és végtelen hamis képzetét. Igazából azon akadtam fent, hogy hogy el, eljutni oda. Tehát, hogy pont azt érzem, hogy akkor sikerül, hogyha nem akarok eljutni, hanem érzékelem, a hogy... A fennakadás, az akarok és az eljutni igéket is a szívszutra gyakorlása megszünteti. Köszönöm. Szívesen. Nekem az a kérdésem, hogy hol lakik az együttérzés? A bölcsesség szomszédságában. És a nem dualitás utcában, egy számozatlan, gyönyörű, nirvanisztikus házban vannak még szomszédok, csak nem mondom el, hogy kicsodák, mert egyszer csak házi bulit rendeznek, és át kell menni. Te Ez a volt mosolyodban az. lakik az összes. Szóval az lett volna a kérdésem, hogy az együttérzés, a szeretet az egy helyen lakik -e? Úgy gondolom, hogy az a szívben van, de ezek szerint nem. A szíven keresztül nyilvánul meg, de a forrása nem ott van. Igen, ez lett volna a kérdésem, mert hogyha a tantiemre fókuszálunk, akkor mi lesz a szívvel? Boldogan fog dobogni. Stresszmentesen. De ha a szeretet és az együttérzés ott lakik, akkor ő nem magányos? Nem magányos, mert kap üzemanyagot. Magyarul ellátja energiával a tantian praxis, és ha félsz a magánytól, Attól nem, már nem vagyok magányos most éppen ebben akkor az élethelyzetben. lenne benned az együttérzés és a szeretet magányos? Mármint a szív magányos, hogy nem fog A tiéd rá. vagy másé? Ezt annak kapcsán mondom, hogy volt egy kérdésem, amikor elengedtem egy karmát, de közben a szívem ragaszkodott hozzá. Bizony, na itt, ez a konkrétum, ez a fontos. Ez. Ez. Te nem leszel magányos, hogyha egy nagyon terhelt karmát elengedsz. A szíved érzelmileg ragaszkodik hozzá, de a lényeg egészen tudja, hogy ez káprázat. És ez a ragaszkodás szenvedéshez vezet, úgyhogy a szív megszokta ezt. Megszokta ezt a ragaszkodást. De a bölcsességed azt mondja, hogy ez nem kell. Honnan látod jól az ok- és okozat működését? onnan, hogy nem szűrsz semmit. Se gondolattal, se érzelemmel. Ezért mondjuk, hogy ez a nem dualisztikus bölcsesség, az önzetlen együttérzés, ez nem zár ki semmilyen más gondolatot és érzelmet, de ne ködösüljön el az okozatiság tiszta látása, és ekkor az érzelem meg tud hajolni valami nagyobb előtt, mint önmaga. Ekkor a lemondás tényleges önfeladás. De mégis ez a szenvedésből való kivezető út. Ezelőtt kell tudni meghajolni. Ez az igazi alázat. Tudom, hogy nehéz. Tudod, hogy erőszak útján történt. Tudom. De ez nehéz. És ezért ehhez több is kell, mint zen. Tehát ehhez már egyéb is kell, mint a puszta meditáció. De a ragaszkodást el kell tudni engedni. Ha a külső térből kapod a segítséget, akkor úgy. Ha a belső térből kapod a segítséget, akkor úgy. Az érzelmi kötődés valamihez, ami szenvedést okoz, vagy valakihez, aki szenvedést okozott neked, az folyamatos energiavesztéssel jár, és lefelé megy a spirál. Senkinek nem teszel jót ezzel. Magadnak sem. De ha a lelki köteléket nem tudod elvágni. De el tudod. Minden, ami keletkezett, az energiabefektetés által marad fönt, és a hited által. Ha kivonod belőle az energiát, és nem hiszel benne, el fog múlni. A tudatom tudja. És a tudatod elfelejti. ha megengeded. Ráerőszakolom. erőszakolom. Mm -mm. Erőszakkal ez nem megy. Itt az erőtlen erő kell. A nem cselekvő cselekvés kell. A nem azonosuló igazi önmagad kell. És ezt meg tudod valósítani. Ebben segítünk. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én a karmára szeretnék visszakérdezni. Az én esetemben ugye kiderült, hogy én e Hordoztam egy karmát magammal, ami nem az egyet. enyém, egyet, amitől beteg lettem. Ugye? Mi van akkor, hogyha nem tudom, hogy én ezt a karmát hordoztam? Most már tudom? Te pontosan látod, hogy mi történt akkor, amikor nem tudtad, beteg lettél. Igen. És amikor tudatosult, akkor mivel a betegség kopogtatott a tudatosság ajtaján, egy hello, tessék velem foglalkozni, nem vagy egészséges akkor a tudatosság útján szépen le tudtad választani magadról ezt a karmát, melyről kiderült, hogy nem is a tiéd, és így megszabadultál tőle. De valaki nem ennyire tudatos, hogy... Most rólad van Jó. szó. És aki nem annyira tudatos, majd az lesz. Ja. Ja. Mert vagy beteg lesz, vagy baleset éri, vagy nélkülözik, vagy szenved más módon, de akkor is tudatos lesz, mert a szenvedés felébreszt, és sajnos többségünk csak arra hallgat ha másra is hallgatnánk, más lenne az életünk. Lehet, az esélye megvan, de az emberek többsége a szenvedésre hallgat. Néha még a sajátjára sem. Az, hogy mások ira nem, az mindennapos. Ez az együttérzés hiánya. És a bölcsesség hiánya. De hogy a sajátjára sem, az tragikus, és mégis több százmillióan így élünk te már nem? Ennek örülünk? Nem. Köszönöm. Szívesen. A meditációval kapcsolatban kérdeznék. Képek mentek a fejembe, aztán bekapcsolt egy mantra, az is elállt, és egy nagy csend lett. Azt éreztem, hogy elsőnek belül körbe-körbe megindult az energia, aztán átvette a testem is, és hogy. És mi a kérdés? Hát, hogy ez mi? Ez pont az, amit elmondtál. Nem több, nem kevesebb. tessék ebbe a pontba vissza, és félretenni az egészet. Nem rossz és nem jó, de nincs vele dolgod. Miért? Mert ez jött és ment. Körvút, meg elipszis. Energia, meg csend. Ezek jönnek és mennek. Keletkeznek és elmúlnak. És mi nekünk nem ezzel van dolgunk. Nem a filmet nézzük. Keressük a rendezőt. Én is szeretnék vele beszélni nagyon. Tehát engem már érdekel, hogy Szóval a rendezőt keressük, és mindenkiben ez megvan. Úgyhogy azt, hogy vissza, ez elé. Ez a dolgunk. Ezek a történések jöttek, mentek. Előbb-utóbb megszokott, hogy ez így lesz. Aztán egyszer csak leáll. Ahogy a film kimegy a vetítőgépből, és meglátod a fehér vásznat a fényjel. Osztatlanul, kép nélkül, forma nélkül, keletkezés és megszűnés nélkül. Na, ez a dolgunk. Még az elmondás elején volt egy olyan instrukció, amikor azt mondtad, hogy túlságosan ne kötődjünk hozzád, mint a Csak azt szeretném mondani, hogy, hogy olyan jó esik, amikor tudunk együtt nevetni, vagy bent a korinterjúk során. Ez nagyon ritka, és legtöbbször ugye ez a vasszigor, ez megvan, és én Most. ezt. Miről beszélünk? Olyan és lágy és tetszik. képlékeny vagyok te, hogy már magam is meglepődöm rajta. De néha meg úgy érzem, hogy, hogy, hogy olyan szigorú vagy, mintha nem tudom, hogy haragudná ránk, vagy ilyesmi, és azt akarom kérdezni, hogy én nem tudom, hogy mi a... Ha félsz a szigortól, akkor úgy érzed, hogy haragszom. Ha látod, hogy ez miért van, akkor teljes örömmel, teljesíted a kötelességedet, és részt veszel benne. Miért? Mert itt mindenki saját akaratából van, és ez fantasztikus. Téged senki nem von szólt ide. Se kötéllel, se gondolattal. Te töltötted ki a jelentkezési lapot, ütötted le az Enter gombot, kaptad meg a visszaigazolást, és eljöttél, és ez fantasztikus. Félretetted azt, ami a te kis hétköznapi szeretem-nem-szeretem szeretem tudatod, és beléptél ide, ahol Visszacsatolást mondok, rend van. Tehát itt működünk, és én nem veszem észre, hogy ez mennyire különbözik a világtól, mert én gyakorlatilag kimegyek, teszem a dolgomat, visszajövök, teszem a dolgomat. De akik jönnek, mennek vendégekként, tanítványokként, érdeklődőként, azok észreveszik, hogy itt rend van. De ez a rend, ez nem valakit nyom bele a padlóba, vagy valaki ellen van. Itt ez értünk van, és ezt már mindenki tudja. Tehát ez egy működő valami. Annyira, hogy nem is kell magyarázni. De ha túlságosan kötődsz a tanító személyhez, főleg gyermeki módon, akkor te azt várod, hogy a tanító szeressen téged. Úgy, ahogy azt te akarod. Na, ez nem fog bekövetkezni. A felnőtt együttérző szeretet tanító és tanítvány között más, mint amit te érzelmileg elvársz. És ennek így kell lennie. A szeretet másképp nyilvánul meg tanító és tanítvány közt, szülő és gyermek közt, és párkapcsolatban és családban. Ezek más frekvenciák. Szükségszerűen. Nem keverhetők. A tanításhoz ahhoz kötődhetsz. Az eredeti szellemiségéhez főleg. Néha a szavait is érdemes megjegyezni, anélkül, hogy abszolút ideát óhajtanál fabrikálni belőle mert az a zen esetében nagyon nehéz lenne, azért fogalmazunk úgy, hogy te ezt a lehető legkevésbé érthest félre. Tehát itt az apát határtalan szeretete árasztja el a szangát. Néha szigorúan, néha kicsit többet mosolyogva, de ez csak rajtatok múlik. Miért? Az összes behozott karmátok benne van két tál vízben. Az első formális étkezés megmutatja, hogy mit hoztál be, meg se kell szólalnod. Az utolsó formális étkezés holnap délben megmutatja, hogy milyen karmát viszel ki. A különbség az első és az utolsó tálvíz között az a gyakorlatod. Nem én vagyok szigorú, a víz tükre mutatja, hogy ki vagy. Kívánom azt, hogy időről időre újra gyűjjünk össze, élvezzük a szeretetteli szigor működését mindannyiunk javára, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.